Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 26-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Ő keres egy kiutat, egy új utat, valami, ami őt lelkesíti, erre utal a képen ez a bot, mert az szimbolizálja a tűz elemét, a lelkesedést. Kezébe veszi a dolgokat, és irányít valamit. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt a kettes szám utal egy párkapcsolatra, te és ő, vagy egy szerződésre. A gyermekek egy új utat szimbolizálnak, és kezébe veszi a dolgokat, vagy nyújtja a kezét, az is lehet, hogy elvárásai vannak, és szeretné, ha ti segítenétek neki. Itt lesz egy közös út. És a harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek. Itt a háttérben az elefánt mutatja a múltat. Ez olyan nehéz volt. De jelen pillanatban, mint ahogy ez a hölgy kisugározza ezt a belső egyensúlyt, így érzi most magát. Kezébe veszi a dolgokat, érzi a belső egyensúlyt, a nehézségek, az a múlt, jelen pillanatban van ez a könnyűség, és szeretné azt, ha lenne köztetek egy ilyen kiegyensúlyozott kapcsolat könnyűségekkel. Nem a múltról kell beszélni, hanem a jelent élvezni, amire a napi kártya is utal, mégpedig azt közli veletek, kívánjatok valamit, mert ez beteljesül. Pontosan erről volt szó a mai napi horoszkópomban is, kívánj valamit, higgy ebben, ez beteljesül. Ajánlanám, hogy nézzétek meg ezt a felvételt, Mizó is október 26-án. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!